és végül egyessel a aktív pályafutását ma befejező Király Adománya. Hát ezen a meccsen igazából tehát az játszódott a fejembe, hogy jó lenne nyerni, hiszen nekünk ugye ez volt az utolsó mérkőzés, nekem főleg az utolsó, és mindenféleképpen szerettem volna, ha nyerünk. Inkább az előző napokban volt az, hogy ugye feljöttek a régi emlékek, hiszen itt sok jó évet töltöttem el, és ez volt inkább egy picit nehezebb feldolgozni, hogy most hirtelen vége, de nem rossz szájízzel megyek el, hiszen a civil életben is olyan tevékenységet fogok folytatni, ahol közegben leszek, de egyértelmű, hogy a csapattól teljes egészében nem válok el, mert az igazolásom az megmaradt, tehát ha bármilyen probléma van, akkor besegítek itt a csapatnak. Nagyon szívesen. Mondtam a Balázséknek is, amikor ugye leültünk, hogy attól függetlenül, hogy én abba hagyom, én azért szeretnék itt a csapat körében maradni, nem teljes egészében elválni, persze kevesebbet leszek itt, mint eddig.